Mindegy, mutass egy cicit, légy szíves. Élőben vagy 10 000 ember lát. Valamiből meg kell élnünk. Szerinted mit szállít a repülő? Hát meg a anyáj repkedett. Nyilván száradás után ezt most felveszel. Jó, szóval nyilván... 19 cent. Ez nagyon olcsó. Gyerekek, mindenki vegyen elektromos autót. Sziasztok, összekötöm a kellemes most a hasznossal. Interjút fogok csinálni egy jó képességű fiatalemberrel. Ypsander Donóba tartok, ahol rádugom az autót töltőre, a Lidlnél, ahol 100%-os zöld energiából fogok tölteni, 19 eurocent per kilowattórával, ami azt jelenti, hogy teletöltöm az autót 12 euróból, és amíg tölt, addig pedig tudok beszélgetni Csabával. Itt vagyunk Lidlbe, szia Laci! Véledelmeskedtél. Azért mutatjuk a videónak ezt a fázisát, mert mindenki itt szokott elakadni, ugyanis én 3 napig tanultam a kártyás, önkiszolgálós benzinkutazást. Itt vannak a QR kódok, hogy melyiket szeretnél. Azért, azért mert eltakarja, azért aha, nem aha. Ezért vagyok itt, Laci, ezért értem, vagyok, segítek. Jó, melyikkel? Jó, leszkennelte a QR kódot. Itt van Type 2, 22 kilowatt. Stekkereny, stekkereny, bedugom. Ennyi, dugjuk be. Köpés nélkül, Laci? Igen. Ha sikerült beírni a bankkártya adatot, ott tartottunk. Itt várni kell egy kicsit, bedugtam, mindent elintéztem. Ide jöttem a Lidlhez, mert tudom, hogy itt van Lidl Plus kártyám, és 19 centért tudok tölteni. Uh-huh. Lassú töltővel, a gyorssal többe kerül, de úgyis olcsó egyébként. De mi most ráérünk, úgyhogy ott töltök a lassúval, tök olcsón. Oké. Okay. Ide jöttem, a Lidl Plus kártyán be kell szkenelni a QR kódot. Kiválasztom, hogy ezzel akarok, és kell nyomkodni. Kiválasztom, hogy a lassúval akarok tölteni. Megadtam a bankkártya adatomat. Uh-huh. És még itt egy-kettőt pötyögtetni kellett, meg stb. Amit mondott, szépen tovább-tovább, most megy tölt. És már töltésben vagyunk. 100% zöld energia a Lidl-nél, és 19 cent ilyen olcsósával nincs. Szerintem bezárt a Lidl, mert ott már azok az emberek, hogy dolgozik, nem? Épp ezt akartam mondani, hogy Lacikám, szomjon fogunk halni, de az a lényeg, hogy 19 centért töltjük az elektromos autót. És itt az applikáció mutatja, hogy de én autóvirt geladen, az azt mutatja, hogy 0,16 már rátöltött. Uh-huh. És itt ideje, hogy folyamatábra mutatja, hogy már 0,4 centet van. Hogy már 4 centet van. 19 cent, ez fergetett. Az vicc, nem? Na itt is vagyunk akkor Csabával a céges autójába. Hello, sziasztok! Itt vagyunk, megérkeztünk. Első kérdésem bemelegítésnek. Csaba, mióta vagy te Ausztriába? 12 éve vagyok Ausztriába, és hogyha nem nagy probléma, Lacikám, közd be magad, mert büntetés kapunk. Na hát ezt elfelejtettem, baszk. Jó, ott a rendőrség. Ott a rendőrség. Be is viszlek, ha gondolod, így egy az egybe, kéz a kézbe. Szóval 12 éve élek lassan Ausztriába, azt hiszem 12. Bár szerintem, aki itt él, az valahogy nem is számolja. Annyira természetesnek tűnik a mindennapokban, hogy itt élsz, hogy ja. Valahogy nem nagyon számolja. Az ember szerintem 10-12 éve élek ki. Milyen Ausztriában élni? Nagyon jó kérdést tettél fel, Lacikám. Szerintem ez nem annyira egyszerű erre a kérdésre a válasz, ugyanis mindenki magából indul ki. Mindenki a saját környezetéért felel, a boldogságáért, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát. Ezáltal, ha rossz társaságban vagy rossz emberekkel, nem jársz sehova, akkor úgy vagy Ausztriával szerintem, hogy nem annyira jó. Unalmas, sok embernek unalmas. Én kifejezetten szeretem. Persze van negatív és pozitív oldala is. Szeretem, mert biztos, szeretem, mert kiválóak az útminőségek, akárhova mész. Én nagyon-nagyon nem szeretem Magyarországon, amikor hazamegyek és egy 18-19 szoros felnit szétver, akárhova mész. Ausztria kiszámítható, egyszerű, tudod, hogy mi lesz holnap, tudod, hogy mit várhatsz tőle.
összességében szeretem. Vannak ilyen krisék, hogy ott vagy otthon, ahol a szerelmed, a családod, a szíved van. Meg sokan mondják azt, hogy mindig is egy bevándorló maradsz. Nézd, ez nézőpont kérdése, hogy te hogyan hasonlulsz, hogy te hogyan érzed a dolgokat. Én nem is akarok osztrák lenni, megmondom őszintén. Én nem tartom magam annak, nem is leszek az. Hiába is erről kötsz, nem veszel. pedig azért csinált, növesztettem meg a szakállamat, hogy... Maximum töröknek elmész, vagy arabnak. Török-arab. Hát figyelj, jövője lesz. Azt hiszem, jövője lesz. Kijöttünk ide a Dunapartra, a városkába, ahol te tengeted az életedet. Így van, Ips an der Donau. Szoktál ide kijárni? Szoktam, abszolút. Régen a Duna másik oldalán volt a lakásom. Ott abba a városba ott. Így van, az Perzenbolyk velünk szembe. Aha. Ott volt egy lakásom, azt körülbelül fél éve sikerült eladnom. Tehát saját lakásod volt. Ja, azt mondják, igen. Hogy magyarként neked itt sose lesz saját ingatlan. Hogyne lenne, szóval aki törekszik valamire, és szeretné, és tudja, hogy mit szeretne, akkor azért az ember tesz. Legalábbis ezzel én így vagyok, és szerencsém is volt, ezt a korona ideje kellős közepette vettem meg. Elég jó áron jutottam hozzá, nem kell összegeket mondani, és sikerült eladnom relatív jól. Aha, tehát még jól is kijöttél belőle. Igen, mondhatni. Mivel foglalkozol jelenleg? Jelenleg van egy főállásom, illetve van egy saját vállalkozásom, ez pedig a Mobile Auto Reinigung, az InSkyla névre hallgat. Szóval mobil autókozmetika vagyok, kimegyek házhoz, munkahelyre, az autó teljes mértékben fel van szerelve vízzel, árammal, semmi nem kell hozzá, csak egy sluszkulcs kell a kuncsaftól, és meg tudom csinálni a külső-belső mosás, polírozást, minden, ami autókozmetikával kapcsolatos. Jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozz. Nyilván TikTok. Ha hiszed, ha nem. Néztem a TikTokot, és egyszer csak így láttam egy ilyen videót is. Annyira megtetszett, hiszen sráckorom óta nagyon szeretem az autókat, a takarítás nem áll messze tőlem. És azt, mert mondtad azt is, hogy igényes vagy, magadra szeretsz takarítani. Szeretek takarítani, igen, szeretem, ha körülöttem úgy rendben vannak a dolgok, és tiszták, és úgy voltam vele, hogy ezt a kettőt össze lehet hozni, és ez egy prémium szolgáltatás, luxus terméknek is mondanám, azt hiszem ez így. És így. A főállásod? A főállásom pedig itt Ausztriában van egy gyári munka, autólámpákat szerelünk össze, különböző autótípusok, Audi, BMW, Mercedes, Lamborghini. Hogy ígyak így? Elmennek a darazsak. Ezt amúgy nagyon adom, nagyon élem, hogy a srácok itt ilyen 50 köbcentis kis robogokkal, crossokkal jönnek-mennek. Mert ez nagyon megtanítja őket a kresszre, az, hogy legyenek csapatban, hogy vigyázzanak, és megtanulnak motorozni. Szerintem ez, én ezt nagyon adom, ezt nagyon preferálom. Ja, bírom ezeket a kis motorokat, hogy így úgy ilyen komolyan néznek ki. Komolyan néznek ki, hát... Akkor így húzzanak, és így... De nyilván lehet, ezek ilyen 30 kilós srácok, ilyen 10 éves tinédzserek. Van, csajok is mennek fel amúgy. És elég jó csajok mennek vele. Bár ez büntetik, de igen, igen, azt hiszem, ja. Na, ugye egyáltalán miért jöttél ki Ausztriába te lakni? Miért jöttem ki Ausztriába lakni? Mindjárt. Harmadik kérdés. Hát azért... Azért jöttem... Jöttünk. Vegyük komolyra a dolgot. A segély. Összevágjuk, nem? Hallottam, hogy itt nagyon jó az álmes és jó pénzt kapsz a semmiért, gondoltam, kihasználom, kipróbálom. Nem, viccet félretéve, akkor az akkori menyasszonyommal jöttünk ki, kezdtünk egy új életet. A kamerában nézzek, vagy? Ide. De miért ezzel mutattad, hogy oda, innen, jó. Szóval... Mi volt a kérdés, Laci, ne arulj. Hogy miért jöttél ide te ki? Miért te jöttem ki? Na, szerintem szerencsét próbálni. Megnézni, hogy milyen. Igazából úgy voltam vele, hogy 4 órás út, 4,5, Budapesten lakom, élek, éltem. Szóval, ha bármi van, akkor vissza lehet menni azonnal, pik-pak. Kijöttünk, elkezdtünk dolgozni, szürke hétköznapok, mókuskerék,
etc. És valahol itt ragadtam, már nyilván már nem beszélünk többes számba. Nem fordult meg a fejetekbe, hogy visszaköltöztük Magyarországra, miután esetleg bizonyos mennyiségű pénzt összeszedtetek? Nem. Abszolút nem. Én azt hiszem, hogy itt is maradok. Nem minden a pénz. Van egy jó példám erre az egészre, otthon voltam fönt, kerestem 2 hétig a motor kulcsomat, és nem találtam sehol. És egyszer csak lementem, belenéztem, rájöttem a motorba, és benne volt a kulcs. 2 hét után ott maradt a kulcs. Aha. És ezt nem hiszem, hogy Magyarországon ez működne, vagy ez lehetséges lenne. Illetve mai napig nem zárom az ajtómat, nem zárom a kocsi ajtót. Ha ott hagyok, bemegyek a boltba, nem kell lezárni az autót, mert nem lopnak, nem vesznek el. Persze lehetett hallani, mert biztos te is hallottál már lopásról, vagy csalódásokról, vagy negativitásról, de összességében szerintem itt biztonság van. Itt a kisgyerek, itt nem fog drogos tűt találni a játszótéren. Tisztaság van, rend van, van egy bizonyos kultúra, ami nem biztos, hogy az osztrákoké, ezt azért tegyük hozzá, de van egy színvonala, van egy kultúrája Ausztriának, van egy szépsége, mindenhol zöld van, jó utak vannak, minőség van, ezt én nagyon-nagyon szeretem. Oké, vannak nekünk autóbiztosításunk, 3x-4x drágább, mint Magyarországon, ez igaz. Viszont milyen útminőséget kapsz? Akárhova mész, az utolsó tanyába is, betonút van, egy kátyút nem látsz. Ez így van. Sajnos volt 1-2 balesetem, nyilván 12 év alatt voltál már te is kórházba. Uh-huh. Mikor én bementem kórházba, azt hittem, egy 4 csillagos szállodában vagyok. Viccen kívül mondom, az egész, az a szolgáltatás, az, hogy hogyan foglalkoznak, vagy hogyan állnak hozzád, hogyha éppen te most Ausländer vagy ekte osztrák, nem ért idáig atrocitás. Csak köptek egyet az utcán. Az csak látói barátság. Az igen. Nem azért, éppen náthás volt. Náthás volt, jó. De ha már itt tartunk egyébként, így az Ausländer témánál, igen. Hogy külföldiként vagyunk itt. Így van. Erről neked mi a tapasztalatod, mióta itt vagy? Érzed-e azt, hogy le vagy nézve, vagy valami hátránya ére téged, amiatt, hogy te külföldi vagy egy másik országban? Abszolút nem. Nem érzem úgy a bőrömön. Ugyanis egyre több az Ausländer Ausztriában, szóval én ezt nem érzem, viccet félretéve. Egyszer bementem egy hüttébe, ahol tényleg ekte osztrákok voltak, és ahogy a filmekben, amikor bemegy az afroamerikai csávó, a fehérek közé, úgy megállt a levegő, a zongorista abba hagyta a zenét, és mindenki ilyen 300 szempár irám szegeződött, hogy bementem, ordítottam, hogy Kriszkot, és sarkot fordultam, és kijöttem, hogy azt hiszem, hogy ez nem az én közegem, vagy azt hiszem, ez nem az, annyira nem kér ez a vines nicer. Nincs, nem érzem. Én abszolút nyitott vagyok a világra, elfogadok mindent, mindenkit, persze bizonyos kereteken belül, de nem érzem a bőrömön. Hogyha érezném, vagy ha érzem, felhúzom a vállam, megyek tovább. Nem hiszem, hogy közös asztalnál lenne közös témánk. Ahhoz amúgy bátorság kell szerintem. Hogy egy életet ott hagy, ahol éppen laktál, és egy újba belevág. Családdal, gyerekkel, egyedül, párral, teljesen mindegy. Azért oda kell egy kis kraft, elhatározás és bátorság. Meg azért helytállni egy vadidegen országba, ha működik és elérsz, ha veszel egy autót, ha vesztél egy lakást, ha van egy céged, ha épül az életed egy másik országban magyarként, szerintem az már maga egy siker. Milyen nehézségek elé néz itt Ausztriába egy szingli férfi? Hát hál' Isten nem sok, mert nagyon sok lafhaz van itt a környéken. Nehéz. Egyedülálló magyar nőt, vagy férj, vagy... Hermafroditát, vagy ami, kinek ami tetszik. Vagy egy unikorn is találni. Csak nyitott ajtóval indult el a pali. Szevasz! Úgy néz, mint a farkas ember, bazdmeg, csak dagadva. Új. Hát ez egy 1.6-os, hova húzatod? Küszkot? Hát ezt, látod az arcot? Hogy egy szakállas köszönt? Meglepődött. Hát, hogy határozott. Köszönt. Csoda, hogy nem ment a Dunába be. Hát anyám így nevelt, hogy köszönni kell. Milyen nehézségekkel néz szembe az ember? Hát Laci, nem egyszerű. Térjünk rá arra, hogy jutott az ötlet eszedbe, hogy vállalkozz. Ez az első vállalkozásod amúgy életedben? Életemben? Ausztriában?
Hát otthon volt vállalkozás? Otthon van, volt vállalkozásom, így van. Van egy takarító cég. Igen? A családon belül. Uh-huh. Így van. Az öcsém foglalkozik kertépítéssel, illetve takarítással. Uh-huh. Magyarországon? Magyarországon, így van. Aha. Illetve édesapám mindig is vállalkozó volt, szóval ez nem áll messze tőlem. Édesanyám értelmiségi. Igen, ez az első vállalkozásom Ausztriába, ami sikeres. Csak éppen nincs belőle keresetem, de... ez még egy induló státuszban van, most még maxórás van, kicsi öntözés, aztán majd utána jöhet az aratás. De abszolút lelkesen, tiszta szívből csinálom. Inkább dolgozok magamnak, magamért, mint másnak. Illetve én, ahogy mondtam, szeretek adni és szeretek kapni. És úgy vagyok vele, hogy amit tiszta szívből csinálsz, ráadásul a sajátod, az rossz nem lehet. Ez a hobbim is egybe, ahogy a munkám, úgy a hobbim is, és szeretem csinálni. Hát szeretnél pénzt keresni azzal, amit szeretsz csinálni. Így van. Köszönöm, hogy kijavítottad. Hanem munkahelyedre bejársz, hogy pénzt kapjál. Igen, a munkahelyed az egy munkahely, de amit te csinálsz is, az a sajátod, az nem lehet rossz. Én szeretek rosszból jót csinálni, koszosból tisztát, és nagyon szeretem, amikor az ügyfél elégedett, és akkor én is elégedett vagyok. Maximalista is vagyok, kitartó is vagyok, és lusta is vagyok egybe. És tavaly kezdted ezt a... Tavaly kezdtem, így van. Hát tavaly novemberben indítottam a céget, a papírokat. Ez decemberre átcsúszott, 2023, új év, és akkor januártól dübörög. De hát nyilván inkább ez nyáron, jobb időben megy a dolog. Bár télen is nagyon sok felkeresést kaptam, mert nagyon sok Auslander ment haza, Románia, Szlovákia, németek, hollandok, és akkor hogy tegyem rendbe az autót, mikor mennek haza karácsonyra. Sokan villantós autóval mennek haza, és legyen szép belül. Hát tudom, nem mutatják, hogy miért dolgozunk, miért vagyunk Ausztriában, igen. Igen. És sok melód van már azért? Akad. Nem mondom, hogy sok, nem mondom, hogy elég, hiszen sose elég a munka, azért van. Van YouTube-od is, vagyis TikTokod, TikTokon Facebookon van. Is vagy, ugye? TikTok, Facebook, Insta, nyilván ez a három alappillér, hogy a social média, a szent háromság, hogy a social médiában ott legyek. YouTube-om nincs, hát azért vagy te, igen. Mert azért te ebben sokkal profibb vagy, jobban csinálod. A linkjeidet berakom majd a leírásba. Nagyon szépen köszönöm. Ha valaki szeretne megtalálni. Ajánlom. Nem köszönöm, ajánlom. Igen. De... Nagyon ajánlom. A saját érdekedben, Lacikám, tedd be. És Ausztriában az élet kicsit azért nehezebb lett, nem? Nem mondanám, hogy kicsit, hanem szerintem érezhetőbb. Független attól, hogy egyedülálló vagy, vagy partnered van, van-e gyerek, nincs gyerek. Szerintem, amit én érzek az én zsebembe, pénztárcámba, az egy háromszor annyi, mint volt. Szóval egy szatyor, neveket nem mondjunk. Teljesen mindegy, mondtad. Teljesen mindegy, Lidl, Penny. Ja. Hoffer, egy szatyor, amit két ujjal haza tudsz vinni, az 60-70 euró. Igen, igen. És azért abban nincsen sok minden. Talán reggeli vacsora, egy-két üdítő, uzsonna. Kaviár, szarvas gomba. Hát... két ujjal haza viszed. De jó. Te még mindig jobb vagy, mint bizonyos emberek, mert más emberek úgy szokták kifejezni a drágulást, hogy régen bementem a kocsmába, 100 euróból hárommal bebasztunk, most meg öcsém! Kicsi szolgálnak! Na, most, hogy ilyen 50 méterrel repkednek itt a repülők, itt az ideje, hogy drónozzunk. Én benne vagyok, Lacikám! Legyen valami izgalom! A rakétákat előveszem a csomagtartóból. Egyébként a legjobbkor sodort minket össze az élet. Én hiszek a sorsba. Az az igazság, hogy nekem van egy eladó autóm, ami lehetne szebb is belülről. Úgyhogy megmutathatnád, mert ugye mondani bármit mondhat az ember, hogy te profi vagy, te jól dolgozol, prémium, blablabla. Nézzük meg élesbe?
Ha megnézhetnénk, akkor mutasd meg a tudományodat élesben, mert az én autóm az jó kis kutyaszőrös. Kutyaszőr, szeretem. Meg kisgyerek, élt benne. Élt benne. Utazott benne. Oké. Okay. Úgyhogy, hát megmutatnám neked ezt a kis autót akkor. Köszönöm a kihívást, elfogadom. Állok elébe, szívesen. Nézzük meg. Hát akkor itt is lennénk. Itt van a példány. Aki bizony, mindjárt megmutatjuk, hogy milyen állapotokban van most. Uh-huh. Én most tisztelettel odaadnám neked a kamerát. Oké, okay, körbe megyünk. Szóval, te vagy a profi, úgyhogy először is előszokott fordulni a darázs csípésen kívül az, hogy nagyon sok embernek van házi állata. Mindenki nagyon szereti a kutyákat, macskákat, illetve hát mivel családtag, jönnek velünk a nagy utakra is. Ahogy lehet látni, hát ezt mondhatjuk, Lacikám, hogy ez extrém állatszőrös, igaz? Hát ez már úgy van, úgy néz, hogy ez már ki van takarítva. Igen? Hát amennyire tudtuk. Jó, hát ezért vagyok itt, hogy akkor megmutatjuk, hogy mi volt. Hát ez lesz a különbség az amatőr takarítás és a profi között. És a profi között. Hát köszönöm szépen előre is a bizalmat, azért menjünk körbe. Nézzünk még egy-két ülést, állapotot. Itt most engem majd meg lehet szólni, hogy hogy néz ki az autó, de figyelj, gyerek nem, van. Nem, ez abszolút teljesen családbarát felhasználó. Lehetett volna az autó 5 éve, egy stresszes 5 év, hogy én mindig ügyeljek a tisztaságra, és ne lehessen beszállni cipőbe, meg stb. Meg ne egyen a gyerek az autóba. Az nyilván érhetetlen. Inkább úgy voltam vele, hogy éljünk az autó egy eszköz, aztán majd egyszer úgy van, akkor kitakarítja egy mester, és hát találtam egy mesterembert erre a célra. Nagyon szépen köszönöm. Hát, az én lennék, hölgyek, urak. Jó. Hát ugye az ülések, igen. Inkább az ülések. Nem tudom, a videó mennyire fog ugye vissza. Visszaadja rendesen. Nagyon retkes az ülés. Hát jó, az mindenkinek retkes, meg ugye por, az abszolút. Kávé odafolyt meg. Jó, hogy kávé? Kínomság hát, is ja, van. Uh-huh. Itt a gyerekevet mindig, itt vannak a morzsák. Abszolút tök átlagos állapotú autóról beszélünk. Mondanám, hogy a tetőkárpit tiszta, de az se igaz. Tehát... Jó, hát a tetőkárpit az mindenki, illetve nem tudom mennyire tudjátok, de ez egy kínos téma. Ugyanis nem mindegyiket lehet takarítani, tisztítani. A szivacsos, tudod, fennáll a veszély, hogy megázik. A szivacs vizet kap, és akkor 3-4 nap múlva ez így lejön, lemálik, és akkor több ezer eurós kárt csináltunk, inkább legyen koszos, hát, mint tiszta. Valamit szállítottunk szerintem. De nyilván ez megoldható, abszolút megoldható. De egyébként az nem is cél, hogy annyira a tetőkárpit legyen. Itt még vannak ilyen meglepetések, üres plakonok. Igen, plakonok, az biztos, hogy találni az ülés fogok. Alatt. Oké, jackpot. Oké, és na hát én mindig azt szoktam csinálni, hogy kiveszem a kumiszőnyegeket, kap egy alapos porszívózást, illetve onnantól indul a banzáj meg a buli. Tartsatok velünk! Azt hiszem, ez kell, hogy gáz, hogy nincs rajtam kesztyümi. Hát igen, vegyszerezel. Csaba halad. Halad a munkálatokkal a Csaba. Igen, azt hiszem. Volt egy kis szenvedés. A kutyaszőr mivel, nem Lacika? A barátod, ugye? A kutyaszőr a senkinek nem a barátja, még a kutyás embereknek sem. Amint a gyorsított felvételeken láttátok. Egy kettő hát, és fél óra. Kicsit segítettem is, mégiscsak az én autómról van szó, meg hát nincs jobb dolgom. Igen, és innen is nagyon szépen köszönöm. De a kutyaszőr az meg kell, mondjuk, hogy brutális volt. Most meg is mutatom, hogy milyen lett. Gyönyörű. Nem azt mondom, hogy nincs egy szál kutyaszőr sem, mert hát nem akartunk csak ezzel foglalkozni egész hónap reggelig. De ahogy látjátok, én szerintem ez szép. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép.
És hát aztán itt ki lett takarítva, kérem szépen, itt is minden. Az ülések vannak még hátra, ugye azok foltosak, látjátok, nagyon csúnyák. Kisfiam intézte mindenféle különféle folyadékokkal, ételekkel. Ételekkel, italokkal, hát és... ahogy ezt egy gyerekes... Hát az a lényeg, Csabi, hogy van mindenet. Tehát te kimész a helyszínre. Abszolút, teljes mértékben. És az ügyfélnek semmit nem kell, még áramot is viszel a generátorral. Áramot is nem, így van, generátorral működtetem a porszívót, a kompresszort. Abszolút. Gyakorlatilag kihívhatnak a puszta közepére, te ott is kitakarítasz. Természetesen, sőt, itt ez, tényleg ez a lényege, hogy 100% mobil autó takarításról beszélgetünk. Legyen ez otthon, legyen ez munkahely, legyen ez bárhol, bármikor. Abszolút funkcionál, és működik a történet. Azt mondod, hogy te vagy a legjobb, részben igaz, viszont ez nagy képűség, illetve hát a visszajelzések számítanak a leginkább a legjobban, hiszen az elégedett az ügyfél, akkor én is elégedett vagyok. Meg akkor tovább ajánl. Meg akkor tovább ajánl, és azt hiszem, én ebbe hiszek, hogy... Meg újra megkeres. Így van. És nekem három csomagom van. Van egy alap, egy közép, illetve egy prémium, és néha a saját hibámból nem tanulva csinálok egy alap takarítást egy ilyen közép-felső szinten. Csak azért, mert ott látok még egy piszkot, ott van még egy folt, akkor még egyszer egy kicsit átporciózom, szóval ezt azért meg kéne tanulnom saját magam bőrén kárán, hogy az idő az pénz, a pénz az pedig csomag, és sorolhatnám. De hát ez, szerintem maradjon ez így mindig, ez a legnagyobb problémám. Lacikám, a kormány kész. Nyilván száradás után, ezt most felveszem. Jó, szóval nyilván száradás után lehet látni a teljes végleget, mert most vizes, és ne adj Isten foltos marad, bár nem, mert én csinálom, de ha ne ad Isten, folt maradna, akkor ez csak száraz ülésnél lehet csak látni. Csabától annyira fél a konkurencia, hogy azért dolgozik golyóálló mellényben amúgy. Abszolút, abszolút, abszolút. Van, van is mitől félni. Igen, igen. Na hát, megtakarította Csaba az üléseket, és ez volt az ülésekbe. Ej, az sár. Az az. Ünnepélyes pillanat. Azt hiszem eljött a búcsú ideje. Az igazság pillanata. Igen. 20 óra 17 van, 4-re jöttél. 4-re, ugye? Tehát ez barátok közt is. 4 óra, 4 és fél. 4 és fél óra. Cigi szünette. Nézzük meg, hogy mi történt. Jó. Kívül ugye nem volt most takarítás, tehát kívül nem, ez csak, mosás nem ez volt. Csak a belső, ez a full-full. Ülések tiszták. A cégednek a neve Inski. Inskyla. Inskyla? Így van. Oké. Okay. Hát... A videó nem fogja úgy visszaadni, mint hogyha beleül az ember és itt végig tapogatja, de azért látszik, hogy minden patyolat, az ülések is. Hátsó ülések, azok voltak igazán retkesek. Hát igazából mind az öt nagyon retkes volt. Hát a szőnyeg, a sín. Most már tiszták. Minden egyéb más. És hát a csomagtartó, ami a kutyaszőr tengerben úszott. Az most így néz ki. Kutyaszőrmentes, mondhatjuk, 99%-ig. Legyen 98 is, akkor nem hazudunk nagyot, igen. Itt is ide már beraktam a háromszöget, ami belevaló volt. Jó illat van benn, így és van. Tisztaság. Szóval ezt lehet elérni egy mobil autó mosó szolgáltatással, amit én nyújtok. Ehhez nem kell elvinni garázs, ehhez nem kell egy másik autó. Ehhez nem kell megkérned valakit, hogy vigyen el, maradjon ott, másnap menjen érted. Szóval ez egy macera. Ugyanúgy lehet prémium munkát végezni, csinálni mobilként,
mint hát négy fal között. Neked ez az extra szolgáltatásod, hogy te kimész házhoz. Abszolút, abszolút. Szóval ez egy kell menni, ott hagyni, hanem... Spórolsz időt, energiát, meg hát az idő. Leginkább az szerintem az, ami a rohanó világban van, neked sincs időd, nekem sincs időm. Ez egy idézőjelben, ez egy luxus szolgáltatás, persze nem luxus. Plusz egész Ausztriában azt mondta, nem sokan csinálják ezt. Nem, tudtommal 3-4 ember van, aki csinálja, amit én így követek, nézegetek. A másik nagy erényed azt mondtad, hogy az árad, az hát, hogy mindenkinél olcsóbb vagy. Így van, ez egy piackutatást végeztem egyértelműen azért, hogy belőjem az árakat, meg hogy tudjak mihez hasonlítani. Én úgy gondolom, ahogy néztem a konkurenciát, hogyha konkurencia, lehet ezt így hívni, akkor igen, jóval olcsóbb vagyok. Mennyibe került ez, amit most csináltál ma? Ez 150 euróba kerül, 149. Bocsánat, pontosan. A kutyaszőrrel együtt? Nem, van egy felára a kutyaszőrnek, hiszen tudod, te is itt voltál végig velem, ez egy 2,5 órás porszívózás, ez egy plusz 30 eurós felára működik. Hát nagyjából mindenki ezzel. 150 lenne kutya nélkül, és amúgy... Így van. Szóval ebben benne van bőr vagy kárpittisztítás, teljesen mindegy, hogy szövet vagy bőr, ez le van ápolva, ki van nedves porszívóval. Ahogy ezt láttad te hát is. Én most azt mondom, hogy ha valaki nagyon imádja az autóját, meg szereti a tiszta, akkor tudom én, évente, két évente, egyszer. Csinálja meg hetente, de igen. Csinálja fél évente. Abszolút, igen. Én azt hiszem, hogy ez így egy prémium szolgáltatás. Ehhez jár egy autós illatosító. Igen. Saját márkád rajta. Saját márkám van rajta. Külső mosás mennyibe kerül? Ez 99 euró. Nyilván tudjuk, hogy Ausztriában hogy működik. Teljes mértékben van rá megoldásom, hogy ez legális legyen. Ugyanúgy én csináltattam egy 3x6 méteres kamionponybából egy ilyen smuc platte, azt hiszem így hívják. Szőnyeg vagy... Így van, hogy rááll az autó, lemosom kívülről, és akkor ezt így elszállítom a nedves, koszos, vegyszeres, fékporos. És bent hát a szomszéd kertjében, mert én ezt így oldottam meg, de amúgy igen. Szóval, hogy ez tényleg, ezt meg lehet oldani. Nekem macerás, viszont abszolút ez kézimosás, vödrös mosás. Aki nincs ezzel tisztában, és ez nem egy autómosó. Erre van egy jó példám, hogy elmész BKV egyel, ami 500 forintba kerül, illetve a taxi is elvisz ugyanoda 5000 forintért. Mind a kettő ugyanaz, csak hát mégsem a minőség. Szóval ez a kézi autómosás, hogy elviszed, és 10 euróból lemosod, természetesen meg lehet oldani, de ez a vödrös, kézi mosás, ez teljesen más, illetve hát a csomagtartalma egy ajándékfax. Mhm. Ez benne van. Ami pergeti a vizet, meg védi egy kicsit. Abszolút, így van. Aha. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Az autó az patika lett, ezt Vak is látja. Hát, remélem, jó. Úgyhogy köszi. Igen. Szuper, köszönöm Én szépen. Köszönöm. Tudtál németül, mikor kijöttél? Nagyon vicces a történet, nem. Szóval nem azt mondom, hogy a nulláról, hanem a mínuszról kezdtem. Mikor én kijöttem ezelőtt 10 éve... Siketnéma voltál. Elmagyaráztam, hogy mit szeretnék. A Wiener nehéz volt elmagyarázni. Nem, viccet félretéve tényleg nagyon nem. Angolul beszéltem. És az első pár munkahelyem között egy magyar cégbe, Bécsbe, egy magyar cégnél voltam pizzafutár, magyar rendszámos autóval. És az aktuális akkori partnerem jött velem, aranyos volt, segített, és mikor beültünk az autóba és kivittük a pizzát a címekre, akkor megkaptam a rechnungot, és én az idő alatt még kiértem a címre, tanította meg, vagy gyakoroltuk, hogy hogyan kell mondani azt, hogy 21,50 €, hogy nem, megváltozik. Nem 21, hanem... Igen, hogy megváltozik 20-tól, mindig a második számot mondod elől, és ez nekem annyira blokkolta az agyamat, hogy annyira fura volt, hogy mondom, basszus, ez akkor... Nekem mai napig a számot diktálnak, és mondják, hogy 5.6-ig. Mindig. Leírom az ötöt második Igen. helyre, és utána elé hatot. Van, hogy én is elrontom. Talán ezt mi nem fogjuk soha megszokni. És ezt, azt hiszem két ország van. Ausztria, vagy van egy másik Tájvan, vagy valami, és nem akarok okoskodni, ahol máshol vagy máshol fordítják meg a számokat. Fura volt, szóval ennyire nem beszéltem. Németül, azóta eltelt 12 év, és ugyanazon a szinten beszél. Semmi nem változott. Nem, hallottam már, hogy beszélsz. Hol tanultál meg? Végeztél itt tanfolyamot, vagy? Csináltam kurzust, de hát az igazából ez csak egy ilyen papír, vagy ez csak az én lelkemnek volt jó, hogy mégiscsak letegyek valamit az asztalra. Egy osztrák cégnél dolgoztam, mint raktárosként, ez még mindig a bécsi életem, és ott ekte osztrákokkal dolgoztam,
ez egy kis családi csapat volt, és ott autodirakta módon rád ragad. Szóval naponta 8 órát velük vagy, az úgy rendben van, az úgy, azért ott sokat lehet tőlük tanulni. Aztán azóta gondolom lettek ismerőseid és barátaid osztrákok. Abszolút, abszolút lettek, bár ez az osztrák ekte tipikus dialekt, ez megszokhatatlan, felfoghatatlan, hogy a szavaknak a tört végét leharapják, hogy teljesen máshogy ez a Hochdeutsch, ez felejtsük el Ausztriába, ez nem működik. Hát néha német se érteti meg magát Ausztriába. Én full megszoktam ezt a dialektet, nekem már német a furcsa. Neked a német a furcsa. Ha tévében egy ekte német, tehát hallok mondjuk egy film vagy valami, nekem esküszöm, az a fura már. Érdekes, hát nem tudom. Gimaham, ajdál, szóval ezek mennek, ez az ajdál, ez akármi van, ha eszel, iszol, szarsz, akkor is. Hát meg a ge. Ajda. Ge. Nem értem, ez nálunk olyan, mint a... Mi? Telefonálsz, tánke ge? Tánke ge. Ge. Nincs erre szerintem megfelelő nem, kifejezés. Erre magyar nincs. Nincs. Szerintem magyarul az izé vagy a dik. Dik. Izé. Nem tudom, gondolkodok én is közben. Ge. Nem tudom. Olyan kérdésem lenne felét, hogy valaki nézi ezt a videót Magyarországról, aki kacérkodik a gondolattal, hogy Ausztriába költözne. Legyen az egy szingli férfi, szingli nő, legyen az egy család, legyen az fiatal, idősebb, bármi. Te mit tanácsolnál, mit mondanál neki itt vagy 12 éve, hogy mi kell ahhoz, hogy itt otthon érezze magát, jól érezze magát, megtalálja a szerencséjét, boldogságát? Jó kérdés. Én azt tanácsolnám, hogy mindenféleképpen jöjjön ki, próbálják meg. Szerintem semmit nem veszítünk, és ez nem Magyarország ellen szól ez a történet, hanem egy kicsit nézzük meg, mert a világ sokkal nagyobb, mint ahogy azt mi hisszük, vagy ami a kereteink működnek. Jöjjünk ki, nézzük meg. Ausztria nagyon jó, Ausztria nagyon stabil, politika mentesen mondom, hogy jöjjünk ki, nézzük meg. Csalódás vagy siker, mind a két részről szerintem működik, és benne van a pakliba. Ez ki hogy éli meg. Én mikor kijöttem, tegyük fel, én 10 hónapig nem tudtam elhelyezkedni dolgozni. Ez az én saját tapasztalatom, vagy károm bőrömön tapasztaltam, hogy nagyon nehéz volt, pedig leadtam mindenhova a jelentkezésemet, étterem, takarítás, bármi, és egyszerűen nem hívtak. Utána pedig annyira természetesnek tűnt, hogy én itt dolgozok, már azért a nyelv az szerintem kell, legalábbis egy nagyon minimális szinten kell beszélni. Otthonról német kurzusokat megtanulni, nem hiszem, hogy az működik. Itt kell lenni németek között, osztrákok között, és akkor sokkal gyorsabban fejlődik az ember, sokkal gyorsabban tanul. És hogyha már beszélsz egy erős alapot, akkor onnantól kezdve már az összes ajtó nyitva áll. Onnantól rajtad múlik gyakorlatilag, hogy mit akarsz elérni? Szerintem mindig minden rajtad múlik. Így van, hogy azt mondod, hogy otthon ülsz, és kacérkodsz a gondolattal, hogy ki akarsz jönni Ausztriába. Miért ne? Gyere ki, nézd meg, nem veszítesz semmit, 4-5 órás út, Magyarország, visszamész. De szerintem abszolút elfogadott ez a történet. Ausztriában nagyon sok potencia van. Nem beszélek a 13. 14. havi fizetésről, nem beszélek a különböző családsegítségről, értem azt az alatt, hogy bónuszok, family and hilfe, iszonyat komoly szociális hálózata van Ausztriának, egy nagyon stabil ország. Én gyerekes emberként mondhatom, hogy az óvoda legalábbis mi nálunk. Biztos, hogy jó. Színvonal, olyan, hát Magyarországon lehetett hallani egy-két történetet, hogy mik vannak a tankönyvekben, vicc, szinte katasztrófa. Az én családomban is van 2, egy óvodás, illetve egy iskolás kislány. Megdöbbentő, hogy néha olyan feladatokat adnak másodikos osztályos gyereknek, hogy felnőtt emberek nem tudjuk megoldani. Szóval szerintem mindenféleképpen egy elhatározás kell. Tehát Ausztria megadja a lehetőséget arra, hogy egy normális életszínvonalon tudjál élni. Abszolút. Ez a munkás is, egy gyári munkás is olyan stabil szinten tud élni, mozogni. Ez jó szerintem Ausztriában, hogy tudsz számolni hónapról, hétről hétre, tudsz tervezni. Mondom a 13. havi fizetést. Szóval biztos, hogy egy család el tud menni egy évbe egyszer nyaralni, mert az állam, Ausztria biztosítja. Nincs olyan karácsony, hogy szűkölködnöd kéne, nem autókat vásárolunk, illetve házakat, nem erről van szó. Ausztriában se kolbászból van a kerítés, hanem van egy stabilitása. A 13. 14. havi pénzzel tud az ember gazdálkodni, tud számolni,
egy kicsit stresszmentesebb. Meg ugye ez a február végén az adóvisszatérítés. Ami szintén nem egy utolsó, sok embernek így van. Egy 1000-es vagy 1500 eurós. Életemben nem kaptam vissza annyit, de igen. Ez hát ugye nincs gyereked. Nyilván, hát meg sokat dolgozok ezáltal. Meg van, aki havonta kéri a bejárás támogatást, van, aki egyéb egyszer. Így van. Egyszer bent voltam egy bankba, egy nagyobb összeget szerettem volna kivenni, befizetni, és bejött egy számomra, hiszen magyarok nagyon előítéletesek vagyunk, vagy csak én, tisztelet a kivételnek. Bejött egy lilahajú, szakadt pólóba lévő hölgy, mezitláb a bankba, és ugyanúgy kezelték, ugyanúgy köszöntek, ugyanazt mondták, ugyanúgy fogadták az ügyfelet, jó napot, miben segíthetek. Semmi megkülönböztetés nem volt, és nem akarok számokat mondani, de iszonyat értékű eurót vett ki a bankkártyájáról. De tényleg nem néznek le senkit, mindenkit ugyanúgy kezelnek, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Sokszor a boltban is a munkások munka után bejönnek, tudod, ilyen munkásruhába, és igen, én valahogy nem érzem, hogy nagyon ránéznének, hogy nem izé. Hát igen, van ez a Strauss nevezetű nadrág, hát a 70 eurós nadrágról beszélünk, szóval valakinek nincs ekkora farmely, vagy nem kerül ennyibe a ruházata. Abszolút működik, illetve Bécsbe hallottam, de hát akkor én még nagyon zöldfülű voltam, hogy a metrón, a Bauer, azt leültetik, illetve az öltönyösöket pedig felállítják, hiszen az nem működteti a gazdaságot. A Bauer viszont igenis egy dolgozó ember, ő megműveli a földet, ő tejet ad, sajt és sorolhatnám, és üljön le a metrón, a villamoson az ember, az öltönyös az meg ne bohóckodjon. Szóval ezt nekünk így magyaroknak, aki a külsőségekre ad, vagy akkor is megveszik a luxus autókat, miközben nem eszünk otthon, csak hogy megmutassuk a külvilágnak, ez a luxus börtön. Ez itt nincs. Szóval a főmuftik, a cég tulajdonosok járkálnak egy Volkswagen pólóval. És nem a megmutatásra megy a történet. Nekem is ez a tapasztalatom, mert volt már olyan kuncsaft, hogy azt hittem, hogy Tony Montana házába mentem be, és azt mondta, hogy biztos itt egy Ferrarit fogok kitakarítani, és egy Volkswagen pólóról beszélni. És azt mondta, hogy semmi pénzért nem cserélné le, mert imádja. Szóval mosolyogtam. Mondtál viszont negatívot is, hogy az ételek, az osztrák kaja. Hát igen, ez is olyan, hogy mindenki magából indul ki. Én szeretem a hasam, szeretem a magyar ételt, illetve a magyar konyhát. Nagyon-nagyon szeretem. Nyilván. Szeretek enni. Ez is egy negatívuma szerintem Ausztriának, hogy itt a gasztronómia, a konyhai világ, ami nem az én szájízem. Szóval a Wiener Schnitzer, amit szerintem tőlünk loptak, hozzáteszem, a nagymamától vasárnaponként. Hát ezen mennek a viták, hogy ezen mennek a viták. Én afelé pártolok, hogy ez tőlünk van. Ez mindegy. Nem annyira ízlik, nem annyira változatos, íztelen, egyszerű. Nagyon sok ismerősöm, aki gasztronómiában dolgozik, ők próbálkoztak magyar ízekkel, és ez vicca verze nem működött. Uh-huh. Szóval az osztrátnak az egyszerű, az íztelen. Érdekes, mert majd amikor jönnek nyaralni Magyarországra, akkor azt hallom, hogy az a kaja milyen jó. Ájulva, hogy hát ők is megfőzhetnék azt. Nyilván, mert hát te mész vendégségbe. Szóval nem mondhatod azt, hogy nem kell. De nekik, nekem nem nagyon. Én nagyon sokszor beülök a kocsiba és átmegyek Sopronba, Győrbe enni egy jót. Őszinte leszek, és nem bánom azt az utat. Amikor eszel egy jó hazait, az hiányzik. Nem úgy, mint Anglia, hogy nincs magyar tejföl, nincs kenyér. Nem úgy, hanem egyszerűen más az ízviláguk. Ja, nekem ez a tapasztalatom. Meg a magyar dinnye azért. Meg a magyar dinnye. És ezzel sorolhatnánk, hogy vagyunk még. A magyar íz, szóval, hogy igen. Fűszeresebb. Hát a gulyás az gulyás. Csipős nem szeretik, abszolút nem. Nem. Már azt én se szeretem. Te se? Nem, a hasam nem bírja. Aha. Sajnos, igen. Ezt a videót itt most lezárjuk. Nekem olyan hangom van, hogy az nagyon-nagyon durva. Viszkis. Aki most lát először videót tőlem, az csodálkozik, hogy ennek a gyereknek mi a baja. Hát ilyen Charlie-s hangod van. Szóval úgy döntöttünk Csabival, hogy lezárjuk ezt a videót. Igen. Viszont lesz folytatása. Mégpedig az lesz a folytatása, hogy elmegyek Csabival, kap egy megbízást, céges autójával elmegyünk, és megmutatja, hogy mi minden van benne. Minden cipel. Igen, mert azért hozzá tartozik az igazság, hogy az a rész, hogy ez az autó félkézben van,
megmutathatnánk, de nem fogjuk, mert 100%-ot szeretnénk nyújtani a videóba, illetve a nézőknek is. És most van bent aggregátor, a kompresszor pont nincs bent, még a fal, meg a filcanyag azok még nincsenek kész. És arra gondoltunk, hogy a második részben lesz egy éles, hogy kijövünk, kijöttök, kimegyünk, és akkor tényleg lehet látni, hogy hogy néz ki ez a mobil autó takarítás címen, élesbe. Abszolút, és akkor csinálunk abszolút egyet. Abszolút a nulláról, hogy oké, Laci, bejött egy rendelés, jövök. Így van. Beszállok mellé, és jössz velem. Benn van minden, ami kell. Igen, és remélem helyettem is dolgozol, persze ingyen, és nem igen. Kapsz egy forintot sem. A kutyaszőr az én munkám. A kutyaszőr a te munkád lesz, 100%. Nem mondtuk el, vagy nem mondtam el, hogy rengeteg magyarral dolgozok együtt, mint a munkahelyemen, mint a kuncsaftjaim közül. Tényleg mondhatom azt, hogy 70-80% a magyarok vagyunk, ami tök jó, és szeretnénk egy ilyen kicsit összefogásba is menni, hogy azért támogatjuk meg, segítsük egymást, szerintem ez tök jó. Hogy azt találtuk ki a Lacival, az abszolút szó hányszor hangzott el ebbe a videóba, és ha megírjátok a helyes választ a kommentek között, akkor annyi százalékos kedvezményt tudunk, vagy szeretnék nektek adni. És nem csak ez az abszolútos kedvezmény lesz, hanem neki úgy jön a Csabi azt takarítatni, hogy azt mondja, hogy látta a Laci videóját, és szeretne jönni hozzád, az kap 10% kedvezményt. Így van. Általad, miattad, veled. Ezt kiharcoltam nektek. Ezt kiharcolta a Laci nektek, így is minuszban vagyok, de semmi baj nincs, egyszer. Legyen ingyen minden, ja. Jó, tulajdonképpen akkor ennyi. A leírásba lerakom a Csabinak. A hangom az lesz meg. A leírásba lerakom a Csabinak az összes elérhetőségét. Instagram, TikTok, Facebook, telefonszám, e-mail cím. Megtaláljátok, aki szeretne takarítatni vele, az megtalálja. Vagy csak ismerkedni jó lányok pornos múlttal, azok nyugodtan írjanak. Szóval köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok. Ezek voltunk, sziasztok. Én Skyla. Csaba, én Skyla. Csá.